gyakorlatilag szétrobban az üveg. Ilyenkor ugye a víz az a vezetékeket is, tehát a jégdugó vezetékeket is szétnyomhatja. Eldeformálódott számláló szerkezet, szilánkokra tört üveg az óralapon, esetleg csöpögő víz. Ha télen ez a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát, akkor szinte biztosra vehető, hogy az eszköz elfagyott. A tartós hideg komoly károkat okozhat többek között a talajban, vagy a fűtetlen pincékben lévő mérőkben. Elfagyás esetén ugye nem mindig egyértelműek a jelek, tehát van, amikor ugye az üveg bereped, az nyilvánvalóan látszik, ott látja a tulajdonos, hogy gond van. Vannak azonban olyan esetek, amikor a számlap sérül, deformálódik. Ilyenkor talán azzal tudja a fogyasztó ellenőrizni, hogy fagyás áll fent vagy sem. Hogyha megnyitja a csapot, akkor kevésbé folyik a víz, mint a megszokott állapot. A régióvezető azt mondja, fontos, hogy a tanyák, hétvégi házak mérő eszközeit többször is ellenőrizze a tulajdonos. Sokat tehetnek azzal, ha szakemberrel víztelenítetik az ingatlan belső hálózatát, így megóvva azt a szétfagyástól, az épületet pedig a beázástól, ugyanis az elfolyt víz nem feltétlenül a talajban szívódik fel, pincébe, alagsorba is bejuthat, extrém esetben akár a ház is megsüllyedhet. A nem használt ingatlanokba a téli víztelenítést meg kell oldani. Itt viszont oda kell figyelni arra, hogy a víztelenítés után is maradhat a mérőben víz. Ezért annak a szigetelését mindenféleképpen meg kell oldani. Ez lehet hungarocellel, pléddel, kartonnal. Ellenőrizni kell a tulajdonosoknak, hogy az aknafedlap nem sérült-e. Az eszközcsere költségeit a fogyasztónak kell állnia, ami több tízezer forintba kerül. Az órákat ugyanis általában nem lehet javítani, hiszen többnyire megreped a burkolatuk, sérül a szerkezetük. Ha valaki azt tapasztalja, hogy elfagyott a vízórája, mindenképp hívjon szakembert. Ne házilag oldja meg a problémát, ugyanis ezzel többet árthat, mint segíthet.